Magyarországnak nincsen tartalmi értelemben vett alkotmánya, ezért a 2014-es választások után új alkotmányt kell alkotni, mondja az LMP. A párt szerint a kormány többségnek semmiféle alkotmányozási koncepciója nincs, a döntéseket pusztán Orbán Viktor pillanatnyi hatalmi étvágya befolyásolja. Az LMP azt mondja, bár az alaptörvény 2011-es elfogadásakor a miniszterelnök a jogszabályt Gránit szilárdságúnak és Ércnél maradandóbbnak nevezte, azóta kiderült, hogy az inkább egy löszfalra hasonlít, ami lassan, de biztosan rádől a kétharmados többségre. A párt szerint a miniszterelnök nem csak térben, hanem időben is korlátlannak tekinti a kétharmados többség hatalmát. Pont a kétharmaddal fejeztük be mi is a beszélgetést Gyurcsány Ferenccel, akkor nézzük, hogy mit gondol a jövőbeni kétharmad lehetőségéről az LMP vezetője, Siffer András, jó estét kívánok! Március 15-én nem sokára itt van. Ma két felkérés is megfogalmazódott az ellenzéki erők felé. Egyrészt a Szolidaritás Együtt 2014 részéről, és Gyurcsány Ferenc is erről beszélt. Az LMP mit gondol erről? Legyen március 15-én közös, demokratikus, ellenzéki megemlékezés és erődemonstráció? Most szigorúan a magam véleményemet tudom mondani. Nem baj az? Én nagyon régóta bőven pártpolitizálási életem előtt visszajogtam attól, hogy a nemzeti ünnepek ilyen pártpolitikai ünnepségekké vagy tüntetésekké menjenek át. Majd az LMP választmánya dönteni fog szerintem holnap. Meglátjuk. Nekem nagyon rossz érzéseim vannak ezzel kapcsolatban. Ezt el is fogadom, tehát, hogy már évek, hosszú évek óta a nemzeti ünnep az nem az 56-os vagy a 48-as hősökről szól, ezt tudjuk. Lehetne ez máshogy is. Nem biztos, hogy okvetlenül baj az, hogy a napi aktualitás és az életünk belekeveredik a nemzeti ünnepekbe, hiszen azért van párhuzam. Szóval jelen helyzetben, amikor így vannak a nemzeti ünnepeink, kell egy ilyen, az ön személyes véleménye szerint, és nem az LMP döntése szerint, egy ilyen ellenzéki összefogás 15-én vagy sem? A személyes véleményem szerint nem ezen múlik a magyar demokrácia sorsa sem, hogy a nemzeti ünnepeken milyen méretű és főleg milyen színes zászlókkal teletűzdelt ünnepséget szervezünk. Piros-fehér-zöld. Legyen ez a úgy zászló legyen, a március 15-én, semmi más. Ez így van, de az egy olyan ideális helyzetet feltételez, ami Magyarországon sajnos nem adott, nem csak ma, 20 vagy 22 évvel ezelőtt sem volt adott, hogy a nemzeti ünnep az valóban a nemzeti összetartozásról szól. De szimbolikus értékét, jelentését azt érzi? Érzem, csak ez nem majd... Tehát én jártam annak idején a 90-es években ilyen megmozdulások, mondjuk nemzeti ünnep előestéjén, ilyen demokratikus karta szervezés volt, azt hiszem 93-ban. Hát azért az nem működik, hogyha egy politikai demonstrációt hívnak össze, akkor ott kizárólag nemzeti lobogók legyenek. Ez se egyik, se másik, semmilyen oldalon nem működik. De ez már elmúlt. 2013-ban ön kiállma azt mondja, hogy tartalmi értelemben nincs alkotmánya ennek akkor az országnak. Annak idején például, amikor azt hiszem a legelső tüntetést az Orbán kormány ellen, azt személyesen én hirdettem meg, illetve az LMP szervezte, még 2010. október 26-án, amikor Lázár János neki rongyolt az Alkotmánybíróság jogköreinek. Akkor ki kellett menni az utcára, függetlenül attól, hogy hányan vagyunk. Amikor a Fidesz arra készült, hogy ráerőltet egy alaptörvényt az országra, akkor az LMP szintén meghirdetett egy utcai demonstrációt. De akkor arra reagálunk. És most, amikor napi szinten elmondja ön is, pártársai is, önkényuralom, hogy nincs alaptörvényünk, ez egy párti alkotmány, alkotmánybírósági döntések vissza az alkotmány részébe. Én abban hiszek, ha már itt tömegdemonstrációk erejét vizsgáljuk, én abban hiszek, vagy hinnék, hogy ha végre a magyar emberek, választópolgárok, akiket ez a rendszer kifoszt, és akik már gyakorlatilag az egész elmúlt 20 évnek a vesztesei, azok az emberek fölemelik a fejüket és kimennek az utcára. De ebben az országban úgy ment végbe a rendszerváltás, úgy lehetett gyakorlatilag az országot a legalapvetőbb erőforrásaitól megfosztani, úgy került másfél millió ember reménytelenül az utcára a 90-es évek elején, hogy egy általános sztrájk nem volt. Tehát azért azt ne gondoljuk, hogy azért, mert mondjuk én kimegyek az utcára, mert alkotmányos rombolás van, de rajtam kívül még kimegy mondjuk 30 ezer, de 50 ezer ember az utcára, akik nyilvánvalóan
a meglévő ellenzéki erőknek a törzsközönsége, ez bármit is mozdít pro vagy kontra az Orbán rezsimnek a jövőjén. Az mozdít, hogyha azok a tömegek, akiknek a szélsőséges elszegényítése folyik, akikre nézve gyakorlatilag alkotmányos céllá nem esíti már a Fidesz egy kis képzavarral, hogy akinek nincsen semmi, annyit is ér, ezek az emberek összeszövetkeznek. Hát csak most két nagyon-nagyon különböző dologról beszélünk, hogy kimegy 30-50 vagy akár 100 ezer ember, nyilván az 50 vagy 100 ezer ember akár milliók is képviselhet, olyanokat, akik otthon maradtak, és nem merik felemelni a fejüket. De pont ez a célja, hogy másokat is képviselek a jelenlétemmel, ez a tiltakozásommal. A másik, amikor mindenki felemeli a fejét, és elkeseredő utcára vonul, az már forradalom. Akkor jó, akkor lekerekítve a dolgot. Tehát igen, én arról beszéltem egyrészt. Vannak olyan helyzetek, tehát például akkor, amikor a Fidesz frakcióvezetője bejelenti, hogy elinstandolják az Alkotmánybíróságot. Nem tetszik egy alkotmánybírósági döntés, ma is ez történt a parlamentben, nem tetszik egy alkotmánybírósági döntés, neki mennek az Alkotmánybíróságnak, beemelik az alkotmányellenes rendelkezéseket az alkotmányba. Ilyen esetben ki kell menni az utcára, akkor is, hogyha 2000-en vagyunk, mi bevállaltuk ezt annak idején. De most kimennek? Ha adott esetben lehet. A másik, hogy amire az önkérdése vonatkozott nemzeti ünnep kapcsán, nemzeti ünnep, hogy önmagában a tömegnek mekkora ereje van, én a tömegre azt mondom, hogy az igazán akkor erőteljes a jelenlegi helyzetben, hogyha túlmegy azon a 2-3-50 ezres közönségen, amelyik az ilyen kicsit ilyen elvont célokért egyébként mindig hajlandó utcára menni. Igen, fontos, hogy adott esetben 2000-en is utcára menjünk jelezni azt, hogy a dolgok nincsenek rendjén, de nem gondolom azt, hogy egyébként az alapvető változás ebben az országban attól indulna meg, hogyha ilyen erődemonstrációt tartunk március 15-én. Azt gondolom, hogy attól, hogyha a választópolgároknak, azoknak is, akik egyébként nem a jelenlegi ellenzéki pártokra szavaztak, vagy életkori okokból, vagy mert másként gondolták 2010-ben, van választható alternatívájuk. Mi ezen dolgozunk. Tehát akkor várjanak 2014-ig? Nem. Hát egyrészt a választható alternatívával nem tudok mit kezdeni, de azt tartom nagyon fontosnak, ami például ma az egyetemeken történik. De nagyon érdekes volt ma a újdonsült háznagyasszony Mátrai Márta ugye között, hogy buliznak a fiatalok, meg csak rendetlenséget hagynak maguk után az egyetemeken. Azt mondta, hogy ez buli, tehát egyetemen buli. Na, én az ilyen bulikat tartom fontosnak. Tehát akkor, amikor helyzet van, azok a társadalmi csoportok, akiket a legközvetlenebbül érint ez a álmokfutó, szegényellenes, esélyelvonó politika, ezek a társadalmi csoportok fölemelik a fejüket. De ez egy álságos magyarázat, ne haragudjon. Ne haragudjon, nem az. A diákok akkor, meg tudják szervezni magukat, de higgy el, hogy mondjuk a járási hivatalokban, hogyha valaki elégedetlen azzal, hogy mennyi fizetést kap, hol dolgozott eddig, mi volt a munkája, ők nem fogják megszervezni magukat. Vannak társadalmi csoportok, amelyek évszázadok óta erre alkalmasak, és vannak, amelyek soha nem lesznek. Még azon, hogy ebben nem szabad bele nyugodni. Tehát adott esetben erre jó egy úgynevezett erődemonstráció, mert ön ott az erejével, a politikusi erejével képviseli az elégedetlen varrónőt is, vagy a változtatni akaró közalkalmazottat is, de a hallgatókat jó, is. Akkor még egyszer nekifutok. Tehát igen, van, amikor jó a úgymond a politikusi erődemonstráció, tehát az, hogy ha kell, akkor 1000-2000 voltam, én már régebben voltam ilyen pár tucat fős tüntetéseken, és nem szégyeltem magamat, még a 90-es években. Ez is fontos. De ugyanakkor március 15-én szerintem az nem az az alkalom, amikor feltétlenül a konkrét célokért ki kell mennünk 10-20-100-50 ezeren. Viszont hogyha az a kérdése, vagy azt firtatja, hogy mi az az erődemonstráció, ami hat a kormányra, akkor erre nekem az a, még a választásokat igen, megelőzően, tehát nem a fülkékben, igen, az olyan típusú ellenállások, mint amiben a kormány beleütközött decemberben a hallgatók részéről. Ebből Orbán Viktor értett. Orbán Viktor az erőből ért. Fontos az, hogy kiálljunk pár ezeren, sok ezeren, de attól, mert hogy pár ezeren, sok ezeren politikai demonstrációt csinálunk egy nemzeti ünnepen, ettől a hatalom nem fog meghátrálni. Akkor mi a politikusoknak a dolga ebben a politikusoknak az a dolguk, hogy húzzák egyrészt a harangot akkor, amikor helyzet van, szerintem ezt tesszük, ezt tettük 2010. októberében is, másrészt pedig az a dolguk,
hogy a választópolgárok elé választható alternatívákat tegyenek le. Mondják el azt, ne pusztán azt, hogy egyébként mi a rossz ebben a rendszerben, mondják el azt, hogy egyébként milyen világot akarnak 2014 után, mi ezt, erről próbálunk beszélni. Ez viszont dátum független, ebben igaza van. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.